Október elején kaptuk a szomorú hírt, hogy drága barátunknak, Scott Rossnak olyan orra lesz, mint Michael Jacksoné. Hát nem nagyon örültünk neki. Scott, egy nagyon-nagyon lehangoló előrejelzést adtak neked. Bőrrákod volt az orrod alatt. Mi volt ez valójában? Hogy is mondják, laphámkarcióma? Laphámkarcióma. Melanomám is volt, és az a lábamban volt. Azt az orvos kimetszette, és a vérem meg volt tisztítva. Az egyik orvos azt mondta, az egy csoda volt. Mikor is történt? Úgy 10 éve. Aztán volt basalsejtes rákom. Ez laphámkarcióma, ami egy bőrsejtet támad, egy agresszívabb, akár halálos is lehet. Szóba került, hogy lehet, hogy levágják az orrod, és a homlokodról pótolnak vissza a bőrt. Ez rettenetes még belegondolni is. Keresztben növekedett az orrám. Rosszabbul néztél ki, mint Michael Jordan? Michael Jackson. Nem lett volna semmi. A bőrpigmentáció. Igen. Kicsit ijesztőek voltak ezek a kilátások. Helyreállító műtét. Nagyon kemény. Újabb és újabb műtétek. Mennyi ideig tartott mindez? Elmentünk New Yorkba. Az orvosok azt mondták, hogy... 4 orvos. 3 orvos. Nem, ezt mondtam. 3 orvos. Mondom, hogy 3. Jó, ha az embernek van egy felesége. Ismerősen sem. Ne javíts ki, amíg a történetet mesélem. Szóval minden esetre azt mondták, hogy fel kell mennünk a műtéthez New Yorkba, és ott kellene maradnunk. Azt mondtuk, a legjobb orvoshoz megyünk. Az orráról van szó, a tévében dolgozik. Nem kockáztathatunk. És ez nem is volt kérdés, hogy laphámrákod van? Először a házi orvosomnál kezdődött, aztán Oppenheimhez kerültem, aki a bőrgyógyászunk. Ő a laborba küldött egy mintát az orrom hegyéből. Elmentünk egy sebészhez. És egy másik orvosnál is voltunk. Ezután a folyamat után mondták, hogy ez a laphámrák. Nem volt kérdés. A gonosz rák meg is ölhetett volna. Akkor erre hogy elmentetek egy hajóútra? Felhívtunk téged. Ja, felhívtatok, aztán elmentetek egy hajóútra. Azt mondtuk, fel kell hívnunk Petert. Elmehetünk egy hajóútra? Imádkoztunk, rengeteg imát elmondtunk. És Nedra foglalt egy hajóutat még áprilisban, és úgy voltunk vele, hogy vajon elmenjünk, vagy nem menjünk. Indítottunk egy imaláncot, és az imakérés bejárta a világot. Több mint 200 országba eljutott, aztán jöttek az e-mailek, mások böjtöltek, és minden olyasmi, amitől azt az elképesztő támogatást érezhettük. És tényként mondhatom, hogy csupán egy nap volt, amikor aggódtunk. Egy rövid ideig. Nem aggódtunk, békességben voltunk. Nedra is. Nem nagyon veszekedtünk, vagy bármi. Elképesztő volt. Eltökéltük, hogy a legjobb orvosokat szerezzük meg, és hittük, hogy Isten képes gyógyítani, ha akar. De elmentünk az orvoshoz, hogy megtegyék, amit meg kell tenniük. Felhívtál, ha jól emlékszem, egy vasárnap. Egy üdvözlő hívás volt. Vasárnap volt. És azt mondtad, hogy Scott vagyok, és én megkérdeztem, hol vagy, azt válaszoltad, most szálltam le a hajóról, és volt egy kis időm telefonálni. Igen, elmentünk végül a hajóútra, túl voltunk az első héten, és visszaérkeztünk Tampa-ra. Addig nem volt semmilyen telefon, illetve e-mail összeköttetés. Akkor telefonáltam először, amikor partot értünk. Az egyik munkatársam, Bonnie Lovelace üzenetét hallgatta meg az üzenet rögzítőn, akinek a hangja nagyon izgatott volt. Elmondta, hogy alig jutott szóhoz, mert most kapta vissza a bőrgyógyász jelentését és a laboreredményeket, amik azt mutatják, hogy a rák eltűnt. Mondjak le minden operációt, mert már nincs szükség rá. Nehéz volt elhinni, de menjünk vissza egy kicsit az időben. Amikor elindultunk a hajóútra, akkor úgy döntöttünk, hogy kérni fogunk egy második biopsziát. Aztán 2 orvos is azt mondta, hogy hagyjuk, mert megint megbolygatjuk a bőrt, és egyre rosszabb lesz. De ez lett az eredmény. Ez lett az eredmény a sok ima után. Ez történt a laborban, amíg hajóztatok. Igen, így van. Békességben telt az utazásunk.
De tisztában voltunk vele, hogy mivel kell szembenézni, amikor visszaér. Mit mondott? Érdekes volt. A hajóút előtt és aztán, hogy először diagnosztizálták a karciómát, éppen öltözködtem a szobámban, és az a szó jutott eszembe, hogy foglyul ejtve. Ezt hallottam, de nem igazán tudtam, hogy ez mire vonatkozik. Ha Isten szólt, akkor ugye ezt jeleknek és gyümölcsöknek is követniük kell. Elkezdtünk ezzel kapcsolatban imádkozni, és mondtuk Istennek, hogy ez a dolog foglyul van ejtve. De ezt magunk között tettük. Nem szóltunk róla senkinek az elkövetkező két hétben. Foglyul volt ejtve. Foglyul ejtve. És mit szólt ez az orvos? Tátva maradt a szája? Nem tudta elhinni, mi történt? Meg Daniel doktor bőrspecialista, aki elmondta, hogy a DNS az életnyelve. Szeretném pontosan idézni, amit mondott. Nem láttam még a tiédhez hasonló esetet úgy meggyógyulni, ahogy a tiéd meggyógyult. Lehet, hogy készítünk egy honlapot, hogy lássuk Isten mit cselekszik ezen keresztül. Tudta, hogy keresztény vagyok. Azt mondta, hogy Isten tudta, hogy ez meg fog történni. És tudta, hogy melyik sejt DNS-e károsodott. Azt is elmondta, hogy látható volt a károsodás az UV-fény alatt, de azt is, hogy a károsodás eltűnt. Isten tervezte ezt így a mi életünk, az ő élete és a 700-es klub nézői életének befolyásolására. Az orvos mondta ezt, és tudta, hogy ma a műsorban lesztek. Igen, ő egy nagyszerű ember. Igen, csodálatos. Megkapta a képeket, megnézte, és visszajött a laborból az eredmény. A ráknak nyoma nem volt. Eltűnt. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség Istennek! Micsoda nagy csoda! Óriási! Az! Egy hatalmas karácsonyi ajándék mindannyiunknak. Dicsőség az Úrnak, hölgyeim és uraim, ez egy csoda! És az orvos is elismerte. Igen, ő is. Az embereknek el kell menniük az orvoshoz, ne csak imádkozzanak és reménykedjenek, hogy minden rendben van. Menjenek el az orvoshoz, és menjenek végig az úton. De bízzanak Istenben, hogy legyen meg az ő akarata. Én is mondtam neki, Uram, tudom, hogy szeretsz engem, és nem hiszem, hogy ezt tartogatod a számunkra. De elfogadom az akaratodat. Legyen minden úgy, ahogy te akarod. Nem akarhat egy Michael Jackson felesége lenni. Nem, semmiképp. Ő amúgy is halott. De az orra tovább él. A másik dolog pedig, hogy az egyik bőrgyógyászunk egy zsidó ember, és már másodszor látta, hogy mi történik az életemben. Először a melanoma esetében mondta, hogy mi ezt biztos csodának hívjuk. Ebben az esetben azt mondta, hogy ez is egy isteni dolog. Ezt ő mondta. És szükségünk van minden segítségre, amit igénybe vehetünk. Emberek, köszönjük meg Istennek ezt a nagyszerű karácsonyi ajándékot. El tudják képzelni, hogy mivel nézett szembe Scott? Elvesztette volna az orrának nagy részét, rekonstrukciós műtét, fájdalom, szenvedés, deformáció, hihetetlen. Istenem! Uram, köszönjük neked, és dicsérünk téged. Köszönjük az erődet. Köszönjük a szeretetedet. Köszönjük, hogy meghallgatod és megválaszolod az imákat. Köszönjük, hogy megérintetted a testvérünket, és megválaszoltad az ő és felesége imáját. Mert te meghallgattad, és te meghallgatod, és megválaszolod a te néped imáit. Köszönjük a te szeretetedet, Urunk, Jézus nevében.